Köszöntöm a kedves nézőket! A Pécsi Tudományegyetem Universitas Televízió nyitott egyetem műsorában dr. Kellermeyer Miklós, professzor, az Élővilág és a Mi Életünk című előadásának második részét láthatják. Egész élővilággal kapcsolatos kutatások, vagy kutatók rangsorát létrehoznánk, nyilvánvaló Darwin kerülne az első helyre. Az én szememben is, és remélem meg is tudom a jelenlevőket is erről győzni. Nem azért, amit tulajdonképpen darwini evolúciós tannak neveznek. Meg fogom mindjárt világítani, hogy milyen probléma van itt, és beláthatatlan és érthetetlen, hogy Darwint miért nem ő neki kiáró méltósággal és helyjel, és a felfedezésének mértéke szerint ismerjük el, hanem mást tulajdonítunk neki, sőt, valami olyasmit tulajdonítunk, amit lehetséges, hogy ő nem is tett. Tehát Darwin 1809-ben született, a fajok eredete könyvnek a másolata, facsimile másolata van itt. Ez 1859-es dátumon. 50 éves Darwin, holott 1836-ban visszaérkezett már az útjáról, tehát 23 évvel később írta meg összefoglaló művét, mint a 6 éves csendes-óceáni szigeteken tett felfedező útjáról visszatért. Nagyon érdekes az életrajzából ez elég érdekesen kiderül, hogy ez egy vajudási periódus volt az ő életében. Hosszú idő telt el azóta, amióta a first creature, a creature-t eltesznek menni a szótárhoz, nincs más szó rá, mint az, hogy teremtmény. First creature, teremtmény. És megmondja, mit hívja first creature-nek. The progenitort hívja. Tehát az élet Darwin felfedezése szerint egyetlen egy élőből, a progenitorból indult el, és annál többet, mint egy természettudósnak kötelező itt mondani, azt kötelező mondani, hogy ennek a létrejötte nem ismerhető meg, mert egyszer, de csak egyszer egy jött létre, ő még tovább is megy, mert ezt a progenitort ismételten teremtetetnek nyilvánította. Ezt nagyon lényegesnek szeretném kihangsúlyozni, tehát az eredeti műben megírja azt az óriási felfedezést, amit 6 éves, nagyon komoly munkával végzett, körülbelül ugyanazt a logikát követte, mint a múlt században az égitestek születése és a világ mindenség bővülésé kapcsán az ember tett, hogy figyelte ezt a történést, és vissza következtetett, vissza extrapolált az indulásra. Ugyanis a szigetek felszínén nagyon eltérő élőlényeket talált, Len pedig a barlangokba és az ásatásainál pedig a fosszíliákat nagyon hasonlók voltak. És ebből az következhetett, hogy vissza vezetve, vissza kell menni egy eredendő élőhöz, és ezt progenitornak nevezi. Már nevezhette volna ős sejtnek, mert a sejtan abban az időben indult, mint ő, de ő ezt Angliában élt, progenitor. Tehát a progenitort, egyetlen egy élő, minden élőnek az ősét, amiből azt írja le, hogy kibontakozott. Tehát nem ír evolúció szót, kibontakozott az élő, és hozzárendel két óriási, megdönthetetlen tulajdonságot. Azt, hogy az élő változékony, és minden változat tökéletes. Tehát az élethez darwini felfedezés egyetlen indul, és nevetségessé teszi azt, hogy minden faj úgy, ahogyan látjuk, úgy indult valamikor, nem, hanem azt mondja, hogy egyetlen egy, de ebbe potenciálisan benne volt az egész élővilág, és ebből bontakozott ki. Ez olyan nagy központi tulajdonsága ruházza fel, hogy nem tud más hozzátenni, mint azt, hogy teremtetett. Nagyon érdekes, és ez a fél mondat utal a megkísértettségére, hogy ő ekkor már gondolkodott, hogy nyilatkozik az emberről is. Ezt nem csoda, mert abban az időben már
Thomas Huxley és többen voltak, akik már az emberről gondolkodtak, és az embernek és a majmoknak kapcsolatáról már tanulmányokat is jelentettek meg. Tehát őt körülvette egy ilyen szellemi szféra, de az első művében semmi más nem tesz, csak annyit ír, hogy mindaz, amit ő itt leírt a művében, az emberre is alkalmazható lesz. Richard Dawkins, akinek a műve a River Out of Eden, minden élőlény egyetlen közös őstől származik, ehhez nem férhet készség. Tehát egyszer, de csak egyszer egy. A vezérlő neodarvinista Richard Dawkins kimondja ezt az alaptételt. Vagyis életet keresni valamiféle olyan nyomon, hogy láttunk vizet, vagy láttunk amóniát, szerves molekulákat, hol van az attól, hogy egy élő sejt egy olyan valami létrejön, amiben potenciálisan képességileg benne van az egész élő világ. Ebben a Cooper könyvben ez olvasható. Az aláhúzott mondatokat szeretném elolvasni. All present-day cells are descended from a single primordial ancestor. Minden ma lévő élő sejt egy ősnek a leszármazottja. Ha hazatetszenek menni, és a fürdőszobájukba ezt fölírják, vagy a szobájukba, örök még az életük végéig, az utolsó órájukban a legfontosabb mondatot viszik magukkal, megmásíthatatlan tényként, hogy az összes sejt ennek leszármazottja. Mit tudunk az első? It appears that the life first emerged at least 3.8 billion years ago, approximately 750 million years after Earth was formed. Könnyebbség megjegyezni úgy, hogy a Föld az körül úgy vitatkoznak, de elég jól körvonalazódik, hogy 5 milliárd évvel ezelőtt formálódott a naprendszer, és benne a Föld is. Rá 1 milliárd évre, tehát úgy 4 milliárd évvel ezelőtt formálódott az első élősejt. Itt a könyvben megvan. How? Hogyan? Az élet, how a life originated, and how the first cell came into being are matters of speculations, since these events cannot be reproduced in the laboratory. Ő megmondja, ez a tankönyvben, hogy ez hogy jött létre. Az nem lehet. Vagyis ahol egyszer, de csak egyszer valami létrejött, ott három kérdést nem lehet föltenni. Azt, hogy hogyan, azt, hogy miért, és azt, hogy pontosan, hogy mikor. Mert akkor kezdődik az időszámítás, amikor a világ mindenség elindult. Onnan jön nem az időszámítás, onnan jön az idő dimenziója maga. Tehát az élő világ számára innen kezdődik az idő. És eljutunk majd a harmadik ponthoz, a harmadik egyszer egyhez, amikor a leglényegesebbhez, hogy minden ember egyszer, de csak egyszer egy. Darwin 1871-ben, vagyis 12 évvel a fajok eredete megírása után, 1871-ben kiadja ezt a művét, az ember származását. A hátoldalon látjuk az angol címet, The Descendant of Man and Selection in Relation to Sex. Ez volt az eredeti címe. Ő saját maga mondja el, hogy mi történt itt. Azt mondja, az ember származási című munkám 1871. februárjában jelent meg. Ezt az önéletrajzában. 1875-76-ban írja. Családjának írta, de később a fia kiadta az önéletrajzát. Amikor 1837-ben vagy 30-ben meggyőződtem arról, hogy a fajok változékonyak, nem kerülhettem el ezt a következtetésem, hogy az emberre ugyanez a törvény érvényes. Ezért aztán saját megnyugtatásomra elkezdtem adatokat gyűjteni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hát semmi nyoma nincs, hogy milyen adatokat gyűjtött, de aznak nyoma van, hogy körülötte egyre másra mások viszont erről írtak. Tehát szinte olyan volt a helyzet, hogy Darwin kiesik a ünneplésből. Mert az egész emberiség ezért lihegett,
hogy az emberről nyilatkozzanak. Már is felejtették, hogy az életről külön kellett. Csak az emberről nyilatkozott. Ezért aztán saját megnyitás, elkezdtem adatokat gyűjteni, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de hosszú ideig nem volt szándékomban nyilvánosság számára írni. Noha a fajok eredetében sehol sem tárgyalom egyetlen faj eredetét sem. Ő mondja meg. A fajok eredetében nem mondott semmit arról, hogy az egyik fejlettebb a másiknál. Éppen ezért a fajok eredete egy csodálatos tudomány. Abban nincs benne az, hogy az egér az fejlettebb, mint a méhecske. Nincs lekicsinyelve a méhecske, mert tessék elhinni, nincs tökéletesebb méhecske a méhecskénél. De nincs tökéletesebb gólya a gólyánál. Sőt, nincs tökéletesebb májsejt, mint a mi saját májsejtünk. Ez az őrületes biztonság, hogyha a sejtek társadalmában elkezdenek a sejtek differenciálni, mindegyik változat tökéletes. Tehát az egész élővilág, az egész világ mindenség, minden szereplője egy kereten belül, az élők számára egy faj kereten belül minden egyed tökéletes. Kivéve az embert. Mert az embernek nincs faj kerete. Hát itt volt a nagy tragédia, hogy ebben a műben egy olyan baj történt, hogy az emberre egy faj keretet, ami tudománytalan és az ember lényegével szembenálló, mert nincs ez a szó, hogy homo sapiens, ez nem lehetséges, ilyen nincsen, ha ezzel egy faji, kötelező faji keretet akar remondani. Mert ha lenne, és nekünk lenne keretünk, és mi egy kereten belül úgy jöttünk volna létre, mint minden más egyed, élő egyed, akkor a világ mindenségben nem lenne baj. Tetszik érteni? Mert abban a kereten belül te nem tudnál ártani sem magadnak, sem a többieknek. Tehát kiderül, hogy az ártások józanítanak ki, az ember ártásai, és ez sajátos módon a bajnak a lényege, a felismert bajnak a lényege. A felismert baj lényege, mondhatnánk azt, hogy a bűnök elismerése is, az ártások elismerése. Tehát eljutottunk addig a pontig, hogy éppen az ember észrevéve, hogy körülötte minden, minden tökéletes. Az élettelennek, mert a nátrium atomnak egy létezési kerete van, meghatározó abszolút módon. Az nem lehet kálium, az nem alakul át. Az egy kereten belül minden változat tökéletes. És ez vonatkozik az élőkre. Hát mennyire tökéletes, és mennyire egyed a mi gólyánk a kémény tetején. Ez a gólya, ez repül el Afrikába, és ez jön vissza. Oda jön vissza. Karikát lehet a lábára tenni, és visszatalál. Hát ilyen tökéletes egyedi teljesítményt hozzá se tudunk semmit se hasonlítani. Tökéletes. A renden belül tökéletes. De nem tud szarkafészket csinálni, még bármit akarna se. Nincs is ehhez lehetősége. Tehát a világ mindenségben át, vagy a törvényi rendből fakadóan minden létező a saját létkeretében tökéletes. Az embernek nincs automatikus érvényű létkerete. Ezért kell nekünk azt a törvényt megismerni, hogy aztán ezt a törvényt betartva hozzuk meg a saját törvényeinket. Mert törvénykezhetünk ellentétesen is, mint a világ törvényi rendje, csak annak a bajoknak a konzekvenciáját viselnünk kell. Ez történik most pontosan velünk. Az ember az egyetlen létező az egész világ mindenségben, aki automatikusan nem tökéletes. A törvény azonban érvényes rá. Tehát itt van a menekülésünk, és itt van, amit kihagytunk, hogy van egy világ mindenséget átfogó törvényi rend, automatikusan nem ér. Automatikusan nem vagyunk a parancsa alatt, de ránk is érvényes. Ez az a finom különbség, ez az a keskeny mesdje, ahol nekünk haladnunk kell. Két igazságvilág van itt most már. Van a létező anyagi világ, ami minket is körülvesz, amelyiknek mi is tagjai vagyunk. Ebben a létező anyagi világban van egy igazságrend, ez pedig a feltárt igazságok rendje.
És ez a tudomány, a feltárt igazságok számbavétele, ezt hívjuk tudománynak. Itt, bocsánatot kérek, hogyha valaki föláll és azt mondja, hogy a zenetudomány is van, meg történelemtudomány is van, meg közgazdaságtudomány is van. Én nem azt akarom ezzel mondani, hogy lesajnálom, csak egy fogalmat tisztázni szeretnék. Én az előadásomban kimondottan a természettudomány tartom ez alatt a tudomány szó alatt, és ne sértődjön meg senki, ez nem akar kizáró lenni, csak fogalmak tisztázása, és ez nem más, mint a számba vehető dolgok számbavétele. A létező törvényi rendhez tartozó feltárt igazságok tárháza. Ez a természettudomány. Létező anyagi világon kívül, vagyis a látható világon kívül lévő másik világ, aki ezt egyszerűen mindenképpen szándékosan és minden erejével tagadni akarja, az a saját lényegéből is tagad valamit. Miért? Azért, mert megértettük, hogy mi egyedileg felszabadított lények vagyunk, vagyis hozzánk egyedi misztérium tartozik. Tehát mi hármas misztériumot hordunk magában. Hordjuk magunkba a 1,5 kilogramm hamu misztériumát, vagyis az élettelen világ létrejöttének a misztériumát, az atomvilág misztériumát. Hordjuk magunkban az egyetlen élősejt létrejöttéből jövő misztériumot. Vagyis mi kapcsolódunk az élettelen világhoz, mi kapcsolódunk az élő világhoz, és az azra érvényes törvényi rend ránk is érvényes. Lenn a sejtjeink mélyén automatikusan érvényes. Csak a személyi voltunkkal elérkeztünk a harmadik dimenzióba, vagyis egy harmadik misztérium az egyedi megismételhetetlenségünk olyan értelemben, hogy ez egy felszabadított egyén a törvény automatizmus alól. Így kell megérteni ezt a nagyon nehéz kérdéskört, és így tudunk abszolút biztosak lenni, hogy hozzánk személyesen is misztérium tartozik. Több, mint az anyagi létünkhöz, több, mint az élővilághoz kapcsol, személyes létünk is kapcsol, amihez egy hívő ember azt mondja, hogy egyénileg teremtetettek vagyunk. És Jeremiás könyvében ezt lehet olvasni. Mielőtt anyád méhében megalkottalak, ismertelek. Most, ha az ember ezt fölfogná, és így élne egyéni teremtett voltának a megélésében, akkor igazándiból biztonságban lenne minden. Minden egyes emberi személy élete egyetlen sejttel kezdődik. Tehát egyetlen egy sejttől kell valami olyan különleges és gondolatvilágot tennünk, ahol ezt az egyetlen egy sejtet kell felruháznunk valami különös védelemmel. Ma már ilyenről beszélünk, a klónozás itt dübörög előttünk. Két céllal lehet klónozni, az egyik úgy hívják, hogy therapeutic cloning. Klónozással létrehozni olyan kis emberiét, amelyiket felhasználni majd később különböző betegségek gyógyítására. Ez ma, ami a trombitát sajnálatos módon fújják. És hát az a klónozás is lehet, de ez egyelőre még ettől mindenki viszonyog, hogy egy milliárdos agyrémét, hogy nem a gyerekeire, saját gyerekeire hagyja, mert ez rakoncátlan, ez narkózik, ez nem tudom mit csinál, hanem majd én rendelkezek a vagyonomról, a saját kópiáimra hagyom, és még azt is meg lehet mondani, hogy 20 évenként olvasszanak föl egyet, még el is tudja nevezni őket a saját kópiái. Mert abszurdum, de nagyon közel vagyunk ehhez a tételhez. Ilyen veszedelmekben vagyunk, amikor azt mondtam, hogy az emberiség a intenzív osztályra került, az döntően a tudás és a lélek mélységeire is értem együtt a természetben okozott károkkal. Köszönöm szépen a figyelmüket!